A futszál népszerűsége folyamatosan nő Magyarországon, a megyebeli csapatok közül a Nyírgyulaj az NB1-ben, a Csenger az NB2-ben szerepel. Nyíregyházán az elmúlt évben alakult meg a Blue Sharks futszál, amely az NB3-ban játszik. A jövőt tekintve szeretnének feljebb lépni, és szélesíteni akarják az utánpótlás bázist is. Ennek egyik első lépése az az utánpótlás torna, amelyet vasárnap rendeznek a Continental Arénában. Az U19-es tornát azért találtuk ki, hogy népszerűsítsük a futszált, és ezt minden évben szeretném megrendezni, tehát nem az első és az utolsó, hanem ezt minden évben szeretném megrendezni. És igazából meg másik dolog az, hogy volt rá sok érdeklődő. Sajnos mondom, amit tehát az NB1-es futszál ugye keresztbe rakta azokat a dolgokat, hogy nem tudtunk nagyobb csapatokat tenni, de úgy gondolom ez is egy elsőre egy 8 csapatos torna, az tökéletes. És ez, jönnek csapatvezetők amúgy, nem csapattal, de olyan csapatvezetők is jönnek az NB1-ből, akikkel ugye tudunk akár szerződést kötni, hogyha ne tőlünk megyen játékos, ugye utánpótlásból megyen Budapestre tanulni, akkor ugye legyen neki a helye. Hát igazából nekünk ez a cél, hogy minél jobban népszeressük a futszált. Székely János reményei szerint a rendező Nyíregyházi Sportcentrum együttese főszereplő lesz a tornán. Szerintem ott kell, hogy legyünk az első négyben, igazából én azt mondom, hogy a döntőbe, mostani felállás szerint. A lebonyolítás az úgy működik, hogy 2x4-es csoport lesz, csoportonként fog lemenni a mérkőzés, onnan az első kettő jön ki, és akkor játszik a négy csapat, ott ugye a két vesztes játsza a harmadik, negyedik helyet, és a döntő az első, második. A döntő számításom szerint 16-30 körül van vége, akkor kezdődik el, hogyha nincs valami csúszás. A torna első meccsén vasárnap reggel 9 órakor a házigazdák csapata a Demecseri Arnold Sport együttes ellen lép pályára.